Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható szeptember hónapban? Most az asztrológia területére nem térek ki, hiszen vannak felvételeim ezen a területen, minden második nap készítek egy felvételt, hogy mi várható, mit üzennek a csillagok az indiai asztrológia szerint. Ez a jóslás, egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást. A díjamat kicsit megemeltem, nem azért, mert többet akarok, hanem a váltás miatt, hiszen a 10 eurót forintra most másképp váltják, a forintnak csökkent az értéke, és emiatt a díjam szeptembertől a jóslásokra 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Itt ez a gyűrű utalhat házasságra, vagy a te házasságodra, vagy az ő házasságára, vagy egy eljegyzés, egy közös életút, egy házasság tervezése. Amit a gyűrű itt még jelent, különböző kapcsolatok, és figyelj oda ezekre a kapcsolatokra. Vannak jó kapcsolatok, vannak rossz kapcsolatok is. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér az életedbe. Ez a felhő fél évet jelent, tehát gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át, fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény, vagy ez a személy visszatér hozzád. Amit a gyűrű és ez a levél még jelenthet, bizonyos szerződések. Ez szerencsét hoz, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, itt a nap jelenti a sikereket, vagy itt tisztázódik valami. Tehát vár rád egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. A lelki társad vagy a férfiak itt láthatóak a képen. A feje fölött nincs kártya. Az utalna az ő gondolataira, de mivel nem látható, nem látunk bele a gondolataiba, tehát titokzatos. Előtte a gólyák jelentik a változásokat, a háta mögött a ház, az utalhat az otthonára vagy a családra, tehát ott lesznek változások, sőt, még költözködés is lehet. Itt látható ez a virág és a nap, az azt jelenti, ez a férfi ugyan titokzatos, de mégis szeretne tisztázni veled valamit. Ez a virág a Le Nomard kártyánál utal szexuális témákra is, és ez összefűz benneteket, hiszen ő tekint ebbe az irányba, és te is egy vonalban vagy ezzel a kártyával. Ez azt jelenti, hogy vagy tisztázódik valami kettőtök között, vagy a testi kapcsolat fontos lesz számotokra. Ez a torony utalhat arra, hogy fogva érzed magad, hiszen vannak félelmek, bizonytalanságok. Sőt, itt a hátad mögött megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát eltávolítanak valamit. Az egerek el tudják a kulcsot távolítani a te magabiztonságodat, hiszen a kulcs ezt szimbolizálja. És akkor az azt jelenti, hogy szeptember hónapban bizonyos helyzetekben bizonytalan vagy. És ez kivált félelmeket, bizonytalanságokat, és benne tart téged ebben a toronyban, mert ez olyan, mint egy labirintus. De itt megvan az út, ez a kiút, a gyógyító erő, tedd át magad a félelmeken,
Tedd át magad a bizonytalanságokon, légy magabiztos, itt kinyílik számodra egy ajtó, és ez jelenti a lehetőségeket. A fa arra utal, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ez szerencsét hoz a párkapcsolatot illetően, és az anyagiakat illetően is. Sőt, itt javulhat a helyzet, hiszen ez a torony megnagyobbít valamit. Amit ez a torony még jelentett, hivatalos dolgok vagy egy bírósági ügy, itt valami még átláthatatlan, vannak nehézségek, itt kell egy kiút. Ez a kígyó lehet egy nő is, egy nő gyermekkel, vagy egy fiatalabb nő, és az is lehet, hogy ez a hölgy itt ebben a hivatalban dolgozik, és itt rendezni kell az anyagiakat, az utat jelentik ezeket a döntéseket is. A gyermek utalhat az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre, de jelenti a gyermekeket is, és a tanulást. Ebben az esetben ez a kígyó lehet egy tanító nő is, és akkor ez a torony utal az iskolára. De itt az iskolában látható a háttérben a hamisság, viták, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket az eseményeket, sőt, ez a sarló elvágja ezt a kapcsolatot, vagy ezeket a dolgokat, ami itt az iskola körül látható. Ez a kártya, a horgony, az jelenti a biztonságot, ugyanúgy, mint a fa, lehorgonyozni, legyökerezni, ez szerencsét hoz, eléred a céljaidat. Amit a horgony még szimbolizál, az a munkahely vagy a hivatásod, és akkor itt ez a medve lehet a főnök vagy a főnöknő is. Itt voltak a múltban problémák, nehézségek, de szeptemberben javul a helyzet, hiszen a madarak utalnak a könnyűségre, a beszélgetésre, itt előre mennek a dolgok, és a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy dicséreteket. Ez lehet egy magáncégnek az alapítása is, és akkor itt előre mennek a dolgok, itt van hozzá a remény, és ez a kártya, a hajó nem csak a reményt jelenti, hanem az utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Ami a párkapcsolatot illeti téged és őt, akkor ez a hajó utalhat egy belső útra is, egy lelki kapcsolatra. Szeptemberben itt van a nyilvánosság, megkapod az elismerést, a virágcsokor kihat rád, utal a szépségedre, a nőiességedre, vagy ő, ez a férfi, meglep téged, és jön egy ajándék. Itt látható a kereszt, az jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás, és itt láthatóvá lesz valami, változik a helyzet, vagy kitisztul valami. A kereszt jelent vallási dolgokat is, vagy egy spirituális területet, ugyanúgy, mint a csillagkép, itt is lehetnek szerződések. Amit a kereszt még jelent, az a döntés, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Fontos döntések így augusztus elején. Az utak szintén döntésekre utalnak, ez kihat a szerelemre, kihat az anyagi dolgokra, mind ez szerencsét hoz, légy magabiztos, itt kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, egy új irány és döntések. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét szeptember hónapban itt látható.
Ő nem beszél a terveiről, de lesz változás. Itt rendeződik valami. Fontos döntéseket fog hozni, és ami téged illet, ha egy hölgy vagy, persze őt is illetheti, lesz itt egy fontos szerződés, vagy egy jó hír. Valami változik az otthonotokban, ez itt van mellette, nálad pedig megjelenik itt a gondolataiban, tehát itt lesznek változások, lehet egy költözködés is. Ez a ház nem csak az otthont jelenti, hanem a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonokat. Második hét, szeptember hónapban itt látható fél évvel ezelőtt voltak nehézségek. Olyan fáradt, kimerült voltál. Most szeptemberben itt van az életerő. De ez a jeges medve utalhat a főnöködre is, hiszen itt munkáról, hivatásról van szó, fontos beszélgetésekről, itt lesz egy jó ajánlat, lehet, hogy külföldön, és lesz egy utazás, megkapod az elismerést. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Mögötted az egerek eltávolítanak ugyan valamit, amit nem akarsz nézni, nem figyelsz oda rá, de lehetnek az érzelmek is, hogy félsz attól, hogy elveszíted az anyagiakat, vagy elveszítesz valamit a párkapcsolatot illetően, de ne légy bizonytalan, vedd kezedbe ezt a kulcsot, itt van a gyógyító erő. Eléred a céljaidat. Itt a szerencse a szerelmet illetően, szerencse az anyagiakat illetően is. Itt fontos döntéseket fogsz hozni. Lépj ki ebből a toronyból, ezek a félelmek, bizonytalanságok. Itt látható a gyógyító erő és egy új kezdet számodra. Utolsó hét szeptember hónapban itt látható. Itt vannak a megújulások, egy új irány, egy új kezdet, lehet egy továbbképzés, ami kihat az érzelmeidre, de azért légy óvatos, ami a baráti kört illeti. Itt van valaki, aki hazudik, vagy meg akar bántani téged. A koporsó lehet, hogy azt jelenti, hogy ez egy idősebb nő, de a koporsó jelenthet egy régi kapcsolatot is, és itt a kasza elvágja ezeket a kapcsolatokat, vagy eseményeket, és akkor megvan itt a gyógyító erő, mert ez a kígyó jelentheti a gyógyulást is, és a gyermek egy fiatalos kisugárzásra utalhat, vagy az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Persze a gyermekekre is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!